95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, szóval 69-ben szereztél diplomát és dolgoztál a szakmádban, villamos mérnök vagy. És hát igazából nagyon sokáig ezt is csináltad, aztán egyszer volt egy kisebb, vagy hát nagyobb fordulat az életedben. Talán így össze is foglaltam hirtelen. Hát nagyon dióhéjba összefoglalva, de végül is igen. Kisebb-nagyobb kacérkodások azért voltak korábban is a nyilvánossággal. Mármilyen szinten, vagy hogy? Hát, hogy kétszer lettem mém. Kétszer lettél? Kétszer lettem mém. 2010-ben történt meg az, ami hát lényegében fenekestül felforgatta az életedet, mert akkor váltál világhírű mémmé. Melyik volt a másik, amikor mémmé? Az egy korábbi, pontosan tudom a dátumát, 1996-ban történt meg, amikor jelentkeztem egy tévés vetélkedőre. És... hát olyan volt az a műsor, az volt a keret története, hogy pontokat el kellett vásárolni ajándéktárgyakra, és a műsornak volt egy háziasszonya, és az kínálta a nyereménytárgyakat, amit pontjaimért lehetett megvenni, és hát azzal a frappás kérdéssel fordult egyszer csak felém ez a hölgy, hogy mondja, András, szereti ön a tejet? Egy szimpla kérdés. Egy szimpla kérdés, mire a válasz? Igen, én szeretem a tejet. Na és hát ez a két mondat, ez lett a műsorból kivágva, és ez elmémesült. Szereti a tejet? Persze, hogy szeretem a tejet. Igazából ebben semmi nincs, tehát egy szimpla kérdés és egy szimpla válasz. Csak hát hogy mondjam, annyira szürreális volt a szituáció. Mert minden más történt, bármit ki lehetett volna vágni, de mégis ezt választották nyilván a szerkesztők. Jó, olybá tűnik, kicsit tanulmányozva az életedet, nyilván utána olvastam, hogy te sosem vágytál arra, hogy akkor, hogy te ilyen híres legyél. Elvégezted az egyetemet, elkezdtél dolgozni, eljutottál hát lényegében a szakmádnak majdnem a csúcsára, ugye elnök is voltál, bizonyos villamos technikai, nem tudom, szövetségben. Alelnök voltam, de hát azért az egy megtisztelő felkérés volt. Szóval sosem vágytál ilyenre, hogy híres legyél, nem? Nem különösebben. Sőt, igazából, hogy visszagondolok az életemre, inkább jobban szerettem a háttérben maradni, mint kiállni a reflektorfénybe. Egy visszahúzódó ember voltam. Aztán utána telt múlt az idő, és akkor elérkezett, hát már 96 után vagyunk, mert azt mondtad, 96-ban voltál. Ez 96-ban volt, igen. És akkor 2010-ben pedig egyszer csak elmentetek nyaralni a kedves pároddal, ha minden igaz, a feleségeddel. Hol volt ez a nyaralás? Törökországban volt, és hát ugye már akkor is az volt a szokás, hogy a nyaralását megörökíti az ember. Akkor már voltak digitális fényképezőgépek, nem kellett papírképeket mutatni. Közösségi háló is volt, még az előző, a másik, a magyar. Oda töltöttem föl, hogy megmutassam a barátaimnak ezeket a fotókat, hogy milyen klassz helyeken jártam. Hát csak azzal nem számoltam, hogy nem csak a barátaim látják, hanem egy fotós is kiszúrta ezeket a képeket, és megkeresett azzal, hogy egy ilyen karakterű modellt keres, mint én vagyok. Megkérdezte, hogy lenne kedvem modellt állni egy próba felvétel erejéig. Hát ugye az ilyen, az hízeleg az embernek, örültem ennek a felkérésnek, igent mondtam neki, elmentem, megcsináltuk a képeket, be kellett öltözni különböző szerepekbe, tehát voltam itt doktor, voltam tanár, voltam szobafestő, mázoló, sok minden voltam. És hát tetszett az eredmény a fotósnak, nekem is tetszett, és aztán visszahívott, és a idők során hát 2 vagy 3 évig dolgoztunk együtt, több száz kép készült. Stockfotók készültek, vagy stockfotók készültek egyébként. Igen. Akkor mennyi nyugdíjas voltál, amikor egyébként ez megtörtént? Éppen akkor mentem nyugdíjba. Tehát ez nagyjából egybeesett. Akkor hirtelen jött egy újabb. Egy váltás. Igen, jött, lehetőség az életedben. Na most, hogy mondjuk velem ilyen nem fordul elő, nem is tudna előfordulni, hogy felhív valaki, hogy akkor modellt keresek, és abban a pillanatban arra gondolnék, hogy hát ne viccelj már velem, tehát hogy én egyrészt nincs kocka hasam, másrészt meg fizimiska kell hozzá, stb. És olyankor, mikor az embert felhívják, hogy akkor modellt keresünk, akkor nem gondolkodik el ezen, hogy de mégis milyen modellt, vagy hogy van ez? Nagyon nem gondolkodtam el rajta. Hát ezt poénnak éreztem. Hát igazából azt hiszem, hogy bevállalós ember vagyok. Miért ne?
Azok a képek egyébként, amik akkor készültek, már nem ezek a stockfotók, amiket a fotós csinált, hanem ami a nyaraláson történt Törökországban. Igen. A szimplán ilyen tengerparti képek, hogy akkor ott állsz, nem tudom, a vízben, vagy éppen nem tudom, egy üdítő van a kezedben, ennyi? Igazából két ilyen kép volt, amit kiszúrt, és ahol jól látszom, és közelről vagyok. Az egyik az egy hajókirándulás volt, ahogy egy tengerész sapka volt a fejemen, a másik pedig béreltünk egy jeepet, és azzal elmentünk kirándulni, és így a jeepből így kiemelkedve, így néztem a vadonba. És azt mondta, hogy pont te kell lesz neki. Utólag beszéltetek egyébként a fotóssal arról, hogy talált meg téged, vagy hogy milyen úton, módon fedezte fel ezeket a fényképeket? Különösebben nem, de hát gondolom, hogy elétette az internet. Feldobta, az internet és feldobta. Kész, ennyi. Jó, elkészültek a képek, és állítólag volt pár kitételet, hogy persze, nagyon szívesen vállalom ezt a modellkedést, de ezek a képek, pont. Így van, ez alapból egyébként volt, tehát nem árult zsákba macskát ez a fotós, elmondta, hogy a stock fotó mit jelent, hogy ezeket a képeket reklámokhoz, publikációkhoz, bárhova illusztrációként felhasználhatják, és az alapszerződési feltételekben, amit mindenki megkap, aki ezeket a képeket használni akarja, benne volt az a három terület, amire nem. Ez a három terület a politika, a vallás és a szex. Tehát pont azok a területek, amik érzékenyek, és hát nagyon megosztóak tudnak lenni. Elkészültek a képek, mármint a nyaralós képek is, meg elkészültek utána ezek a bizonyos stockfotók. Az, hogy te azt mondtad, hogy persze jövök, csinálom, bevállalós vagyok, az egy dolog. Kedves párod, mit szólt hozzám, feleséged? Persze, András, menj, csináltasd meg! Hát egy kicsit féltem, hogy ez celeb világot, veszélyek vannak, ott rám repülnek. De aztán mégis ilyen jellegű aggodalmai voltak először. És olyan tűnik, hogy bejöttek egyébként ezek az aggodalmai. Hát már mint a celeb világ, igen, meg a rámrepülés. Aha. Hát próbálom kivédeni azért. Nyilván azóta folyamatosan keresnek mindenféle rendezvényekről, és akkor meg kell jelenni, hogy akkor igen, én majd nagyon szívesen elmesélem a történetet. Így van. Melyik volt a legérdekesebb hely, ahonnan valaha is kerestek? Szibéria túlsó vége, Jakutföld, a világ leghidegebb városa, Jakutszk. Ott van egy cég, aki számítógépes játékokat fejleszt. Uh-huh. Egy nagyon nagy cég, tehát több száz alkalmazottja van szerte a világba, és egy belső konferenciát szerveztek, és annak a záró eseménye volt egy nagy buli, ahol én voltam a meglepetés. Jó, hogy el is mentél? Persze, hát ez volt a nagy élmény. Hát Szibériában nem megy az ember minden nap. Hát igen, meg abban a hidegben, ugye. Annak idején, amikor el kellett menni a Szibériába, az másokból történt. Igen. Te pedig nem volt hideg, nyár volt. Ott akkor is hideg volt. Hát ilyen 30 fok nem volt, de 25 az volt. Szóval itt az ideje, hogy bemutassalak, hiszen ezt eddig nem tettem meg, pedig itt ülünk már egy ideje a stúdióban, úgyhogy hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Arató András, aki egyébként polgári szakmáját tekintve villamosmérnök, viszont szerte a világban, és ez így a helyes, hogy szerte a világban úgy ismerik, hogy Hide the Pain Harold. Köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Andrással. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Arató András, polgári szakmáját tekintve villamosmérnök, egyébként pedig hát felhasználót nevét tekintve talán mondjuk így Hide the Pain Harold. Az imént arról beszéltünk, hogy 2010 magasságában a kedves feleségeddel elmentetek nyaralni Törökországba, készült pár fénykép, leginkább kettőt töltöttél fel, akkor még az Ivivrem, az egyik volt egy ilyen hát tengerész sapkás, kis hajókirándulás, a másik pedig egy ilyen jeepbérlős, és akkor ott felállsz, és akkor jaj, de jó. Utána eltelt pár hónap, aztán utána megtalált egy fotós, hogy stockfotókat szeretne készíteni, ez is elkészült, beöltöztél mindenféle munkaruhába voltál, azt mondtad, szobafestő voltál, de orvos, stb. És aztán egyszer csak átfordult ez az egész, mert hogy szembe jöttél saját magaddal az internet világában. Így van. Hát ugye kíváncsi voltam, hogy mire használják ezeket a képeket, és hát képkeresés ma akkor is volt. Jó régi a történet, de azért ez már működött. Hát ez egy 9 éves történet egyébként. Igen, hát úgyhogy feltöltöttem egy párat ezekből a képekből, megnézni, hogy mire használják. Uh-huh. És a,
az első széria az egy teljesen normál, az volt, amire szerződtem. Tehát ahol orvos voltam, ott megjelentem egy kórháznak a honlapján, ahol tanár ott egyetemi oldalon. Csak aztán néhány hónappal később, vagy talán néhány héttel később újra rákerestem, és akkor jöttek szembe az első mémek. Hát ez már nem volt közel se annyira kellemes élmény, szóval egy villámcsapásként ért, mert nem erre szerződtem, nem erről volt szó. Ugye ezek a fénykép, ezek a mémé vált fényképek, ezek nem jogszerű felhasználás, ezek lopott képeket felhasználnak, hogy poénokat csináljanak vele. Kiderült, hogy valahol Amerikában egy felhasználó összegyűjtötte ezeket az én fényképeimet, és ott a haverjai között kiírt, vagy elkezdett egy ilyen versenyt, mondjuk így, hogy itt van ez a pasi, ki mit tud kihozni belőle valami vicceset. És hát ez volt az első alkalom, amikor itt ezek az első mémek megszülettek. Hát volt, amit én is jópofának találtam, de azért szóval inkább ijesztő volt szembesülni magammal, mert volt közte egy jó pár olyan, amire nem igazán büszke az ember, olyan összefüggésbe állítottak, amit nem szívesen vállalok. A mém az azt jelenti, hogy valamilyen vicces, kicsit át, nem tudom, rekonstruált képről van szó, aminek az eredetén nyilván valami tök normális kép, és aztán vagy aláírnak valamit, vagy Photoshoppal átalakítják, vagy valami. A te neved az lett egyébként, és ezt nem te találtad ki, hogy Hide the Pain Herald, vagyis rejtsd el a fájdalmat, Herald. Rám ragasztották ezt a nevet. Mert hogy egyébként azt olvastam valahol, hogy amikor elkészültek az első mémek, akkor azt nyilatkozta valaki, aki az első közül valamelyiket készítette, hogy pont úgy nézel ki, amikor mosolyogsz, mintha akkor is fájna valami, de éppen mosolyogsz. Igen, ezt mondják, hogy a szám mosolyog, a szemem meg közben szomorú. Hát nem tudom, most itt ülünk egymással szembe. Én nem látok semmi ilyesmit, nyilván. Azért... Én se érzem, hogy valami titkolt fájdalom lenne bennem, de hát most már el kell fogadni. Ezt végül is én úgy tekintem, hogy ez egy szerepjáték. Szóval hát ezt a szerepet kaptam. Amerikából indult az egész, de utána szerte a világon megjelent mindenfelé. Nyilván a közösségi oldalaknak köszönhetően. Igen. Tudsz ilyet, hogy melyik a legtávolabbi rész, ahol egyébként használnak téged, vagy nevetnek rajtad, vagy azokon a fényképeken, amik alá akármilyen írás van? Ilyet nem lehet mondani, mert az egész földgömb. Tehát talán Kínát kivéve, ahol nem létezik a Facebook. Nincs olyan ország, ahol több ezren ne követnének, és ne néznék ezeket a képeket. Így lesz az ember egyik napról a másikra világhírű. Amikor megtörtént mindez, és felfedezted saját magad, hogy akkor mémé váltál, vagy legalábbis azok a fényképek, amik stockfotónak készültek az elején, akkor állítólag nagyon nem tetszett ez neked. Így van. Nem is akartam, nem tudtam, hogy mit csináljak. Le akartam tiltani először. De hát nem nagyon lehetett letiltani, mert egyszer már írásba hozzájárultam a felhasználásához. Igaz, hogy nem ilyen célra, de hát akkor is én ezeket kiengedtem a világba. Nyilatkoztam, hogy használhatják. Utána aztán azon gondolkodtam, hogy a sértő oldalakat, tehát ahol tényleg olyan mémek vannak, amik bántóak, hogy legalább azokat betiltatni. De hát aztán végig gondoltam, hogy ez sem működne, mert ugye az internetnek hát olyan a természete, hogy ott semmi nem vészel. Lehet, hogy egy oldalt be lehet záratni, de hát másnap ugyanazzal a tartalommal nyílik három másik. Ugye ez kicsit olyan, mint a mesebeli sárkány, aminek, hogyha levágják a fejét, akkor kettő másik nő a helyébe. Meg ráadásul, mire az ember eljut odáig, hogy akkor azt tényleg leszedik, vagy letiltják, az egy több hónapos hercehúrca. Volt rá példa, hogy letiltattam valamit le a kalappal az oldalüzemeltető előtt, pár óra alatt leszedte. De addigra már ezren megosztották. Nyilván, és akkor onnantól az már függetlenedett tőle, persze, már nem tudsz vele mit csinálni. Aztán volt egy pont az életedben, mert ugye úgy indult, hogy abszolút tagadással, hogy akkor ezt azonnal fejezzük be. Sokáig tartott. Aztán volt egy pont, amikor azt mondtad, hogy jó, legyen, csináljuk, most már én is nevetek magamon. Igen, ez körülbelül 3 évvel ezelőtt történt, és a közvetlen indoka az volt, hogy észrevettem saját magamat hamis oldalakon. Tehát profilképnek használták az én fotómat, elnevezték. Nem is Hide the Pain Heronnak, akkor még Morrisnak hívtak valami miatt, nem tudom. És
hát egy ilyen oldal több százezres követőtáborral rendelkezett. Úgyhogy ott jött rám az, hogy a csodába. Hát hogyha más meg tudja csinálni, akkor ezt én is meg tudom csinálni. Végül is itt egy brandet csináltak belőlem, amiért más kezét, lábát összetörné, hogy egy ilyen márkanév váljon belőle. És akkor fölvállaltam, hogy ha én csinálok egy ilyen oldalt, annak ott, hát én vagyok az oldalgazda, ott az jelenik meg, amit én akarok, akit ki akarok tiltani, ki tudom tiltani. Egy hamis oldalnál lesz semmi lehetetlen, persze. Nagyon sokan törik manapság 2019-ben, sőt már évek óta a fejüket, ugye az influencerek világát éljük, hogy akkor csináljanak valamilyen brandet maguknak, és akkor hónapokba kerül, mire sikerül felépíteni egy nagyon kis közösséget. Igazából te csak az arcodat adtad. Ezt én készen kaptam. Igen. És igazából ezt az influencer szerepet, tehát hogy promotált publik, vagy mások csinálják azt, mások amit csinálják. Neked kellene. Ezt nem is vállaltam fel, tehát ilyen nincs az szponzorált cikkeknél, vagy beírások nincsenek az oldalamon. Ilyen gondolkozol egyébként, hogy ebből egy hatalmas brandet fejlesztesz, hogy akkor saját kezedbe veszed, és akkor gyerünk, csináljuk. Hát, hogy hatalmas brand, azt nem tudom, de hát gondolkoztam, és hát közben már úgy alakult a dolog, hogy már egy kis csapat is van mögöttem, akik segítenek, mert az egész túlnőtt azon, hogy én otthon a íróasztalomon megcsináljam, és több százezer követőt menedzseljek. Velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Hide the Pain Harold, vagy polgári néven Arató András, aki egyébként polgári szakmáját tekintve villamosmérnök, de 2010-ben mémmé vált, a világ egyik legismertebb mémje lettél, talán nevezzük így. Szóval jövünk is számorosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Arató András, aki polgári szakmáját tekintve villamosmérnök, de hát 2010-ben úgy lettél ismert, hogy mémmé váltál, világszerte ismert mém lett belőled, a neved pedig az lett, hogy Hide the Pain Harold. Csomó helyen megjelenik a képed, mindenféle felirattal, mindenféle kontextusban, és azt mutat, hogy igazából egy brand lett belőle, most már nem egyedül próbálod menedzselni, vagy menedzseled, hanem egy kisebb csoport, vagy csapat van mögötted. És ezzel együtt egyébként, hogy hát igazából egy brand lett belőle, és nyilván ami előtt mémmé váltál, azelőtt is utaztál rengeteget a kedves feleségeddel, mentetek, nyaraltatok, de azóta gondolom az utazások és a megkeresések kicsit megsűrűsödtek. Más jellegűek. Tehát a régebbiek azok kifejezetten nyaralás volt, ahol élveztük a környezetet, oda mentünk, ahova, amit mi választottunk. Hát itt pedig oda megyek, ahova engem hívnak. De ez az egész történés, ez egy rettenetes pozitív változást hozott az életembe, hogy ilyen, mondjuk így, hogy kapos lettem, és sok meghívást kapok. Tényleg Európa nagyon sok országába meghívtak. Talán a legelső volt a Angliába, Manchesterbe. Az volt az első közül, az egyik, erre a későbbiekben kitértünk volna. Az volt az első. Akkor... A legtávolabb pedig az előbb már beszéltünk róla, ez a szibériai út volt. Hogyha már említetted Manchestert, akkor kezdjük ezzel, vagy folytassuk ezzel. Szóval egyszer csak meghívtak a Manchester City-től, ha minden igaz, hogy akkor András, igen, vagy Harold, de jó lenne, hogyha tiszteletedet tennéd itt nálunk. Hogy történt az eset? Hát nagyjából így. Nem közvetlen a Manchester City csapat hívott meg, hanem van nekik is egy ügynökségük, akik tartalmat gyártanak. És ők hívtak meg. Annyi volt a feladatom, menjek el, két napig éljek úgy, mint egy manchesteri, menjek el a pubba, bowlingozzak, dartsozzak, igyak sört, bulizzak, egyek fish and chipset, és hát persze menjek ki a meccsre, és szurkoljak végig egy találkozót. Egy Manchester City találkozót. Egy Manchester City, a Basellel játszott. Kikaptak. Oda mentél, megcsináltad, ebből film is készült, kis film is készült, és gondolom igen. Azért fotók is készültek elég rendesen. Hogyha már Hide the Pain Harold megjelenik nálunk, akkor azért ott készüljön pár fotó. Készültek fotók is, persze, de azért a fő durranás itt a film volt, amit különböző platformokon több mint 30 millióan láttak a világban.
Az mondjuk elég sok. Az szóval elég sok. A Manchester City volt az első közül az egyik, ahova mentél, pontosabban Manchesterbe, és voltál az egyik legtávolabbi, azt mondtad, az valahol hát Szibériában volt. Szibéria, Jakutszk. Az igen. Az ember csak úgy magától nem megy el oda, mert az nem egy tipikus desztináció. Hát nem igazán. Ott milyen volt egyébként? Fantasztikus, tehát nagyon nagy élmény volt. Oda hogy mentél? Tehát, hogy oda mivel transzibériai vasútvonattal megy az ember? Repülővel mentünk. Két esemény volt összekapcsolva. Volt egy nagy fesztivál Szentpéterváron, először ott voltam, és onnan egy éjszakai repülés után Novoszibirszki átszállással jutottunk el Jakutszkba, ami egyébként a Szaha Köztársaság nevű képződménynek a fővárosa. Előtte soha nem hallottam. Szerintem a hallgatók Szaha Köztársaság. Szaha Köztársaság. Hát ez 89 előtt úgy volt, hogy a Szovjetunió egyik része. Igen, igen. Hát most meg az Orosz Federáció egyik része. Igen. Nagyon szeretnének elszakadni, de hát nem olyan egyszerű. Nyilván. Jó. Merre felé még a világban? Merre jártál még a világban? 2010 óta, amióta hát igazából megváltozott az életed, és Arató Andrásból Hyde Pain Herald lett. Hát több felé jártam, mondjuk egy nagyon emlékezetes volt idén tavasszal Portugáliába. Oda is hívtak? Oda is hívtak, igen. Általában ilyenkor reklámfilmek készítéséhez szoktak hívni. Érdekes módon magyar reklámfilm készítéshez nem nagyon hívnak, külföldön inkább. És ilyenkor, hogyha reklámfilm készül, akkor nyilván csak a fizimiskádra van szükség, tehát hogy ott akkor beöltöztetnek, mert hogy gondolom portugálul nem nagyon beszélsz, tehát hogy hang nem kell hozzá. Hang általában nem kellett hozzá, most próbálok visszagondolni, hogy kellett-e valahol hang, nem nagyon. Általában. Csak arc kell hozzá. De kellett, egyszer volt kellett. Az mi volt, mikor, hol? Ez egy orosz reklám volt. Orosz sörreklámban is szerepeltél, óriási. És annyi volt a feladatom, hogy betévedtem egy stúdióba, ilyen revű színpad volt, zenekar volt, énekesek voltak, táncosok voltak, és akkor én egy csillogó ezüst függöny mögül előbotorkáltam, és csak annyit kérdeztem, hogy tessék mondani, merre van itt a kijárat. És mindezt oroszul kellett? Ezt magyarul. Ó, egy orosz reklámfilmben magyarul kellett mondani, nyilván leszinkronizálták az egészet. Nem, így maradt. Így maradt benne? Így maradt. Teljesen jó. Bejártad nyilván az egész világot, vagy majdnem az egész világot. Vannak még ilyen tervek egyébként? Nyilván gondolom, hogy azért foglalkozol ilyenekkel, legalábbis gondolati szinten, hogy hová szeretnéd ezt az egész brendet eljuttatni, hogy mi a cél? Hát most nehezet kérdeztél. Szeretném, hogy pörögjön, szeretnék minél több helyre eljutni vele. Mert igazából nem is a anyagiak, itt ami miatt csinálom, hanem inkább az élmények. Mert annyi ilyen élmény jött, hát ahova például nagyon szívesen el szeretnék menni, ha lehetne a feleségemmel, Norvégia, ami egy ilyen ország, ami a bakancslistán van. Norvégiába jártam, ugyan csak a fjordoknál nem, csak Oszlóig jutottam el. A brandet szeretnéd valahova kipörgetni, hogy ebből legyen még valami? Vagy az pont elég, hogy akkor elhívnak téged néha a modellnek, különböző reklámfilmekben, meg hogy mémek készülnek az elkészített fotókból, vagy vannak ezzel az egész brandel további terveid, hogy akkor esetleg mi az, ami megkoronázná ezt az egészet? Mit lehetne még belőle? Hát, hogy mennyire koronázná, azt nem tudom. Tervek vannak. És ha minden igaz, akkor a közeljövőben talán el tudjuk indítani egy webáruházat ajándéktárgyakkal, ami talán egy kicsit anyagiakban is fog valamit jelenteni, mert ugye ezek a mémek után az ember egy fillért nem kap. Ez azt jelenti, hogy akkor bőgrék, pólók, ilyesmi? Bőgrék, pólók. Hide the Pain Herald arcmással. Egyébként ez neked most ilyen szakmád? Tehát, hogy azzal, hogy elindult egy ilyen oldal, úgy értem, hogy szakmád, hogy pénzt keresel-e belőle. Tehát, hogy ez neked igazából csak hobbi, és akkor örülsz neki, hogy van ilyen, vagy ebből élsz? Hát én nyugdíjas vagyok, én kapom a nyugdíjat. Nem ebből élek, ez hát mondjuk a vaja kenyéren
vagy a habatortán, tehát egy kis nyugdíjkiegészítés. Szóval ebből megélni nem biztos, hogy meg lehet. Azért volt a kérdés, mert hogyha az influencerek világát vesszük, ugye, hogyha elmegyünk akár a képfeltevős közösségi oldal, vagy a másik közösségi oldal irányába, akkor ott elég sokan vannak, akik azzal foglalkoznak, hogy akkor különböző, nem tudom, akármiket reklámoznak, vagy megfognak a kezükben, elkészítenek egy fényképet, és akkor kiteszik, és akkor nyilván ez nekik ilyen foglalkozásszerű, és manapság, hogyha megkérdezünk, nem tudom, 10 gyerekből vagy fiatalból legalább 6 vagy 7 azt fogja mondani, hogy ő influencer szeretne lenni, és egyébként te is ezen az úton vagy. Hát mondjuk, tudatosan nem, mert nem szeretném magam elkötelezni egyetlen egy márka felé se. Persze, ugye nyilván, ha bárki megtalál, van az a pénz, nyilván. Hát eddig még nem ilyen állandó szerződés, tehát hogy legyek egy márkának a reklámarca. Ez csak egy-egy alkalomra szólt, egy állandó együttműködés nem alakult ki. Velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en, Arató András, vagy másképpen Hide the Pain Herald. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Arató András, aki egyébként polgári szakmáját tekintve villamosmérnök, de 2010 óta szerte ismert vagy a világban, a világ bármely pontján, ahol internet van és mémek vannak, hiszen te vagy Hide the Pain Herald. Az imént beszéltünk arról, hogy igazából ez egy brandé fejlődött a sok-sok év alatt, amióta ez megtörtént, és hívnak szerte a világban mindenféle helyekre, hogy akkor reklámfilmet kellene forgatni, tehát igazából egy modell lettél. Amikor az első olyan alkalom megtörtént, hogy mentél az utcán, Budapesten, vagy nem tudom, bárhol a világban, és akkor megállt valaki, hogy nem te vagy, vagy nem ön az, az mikor történt, és hogy történt? Ez megvan még? Megvan, nagyon élénken megvan, mert ez megint egy szürreális szitu volt. Éjszaka történt, valami buliból mentünk haza, és óriási. És velünk volt egy hölgy, aki kint lakott egy városszél lakótelepen, már évfél jól elmúlt, nem járt a tömegközlekedés, hazavittük. És egy teljesen kihalt lakótelepen megálltunk, kiszállt a hölgy a kocsiból, elindult a kapu felé, és egyszer csak a feleségem azt mondta, hogy András, várj egy kicsit, hát ott egy gyanús alakot közeledik, hát ha valami rosszat akar, várjuk meg, mi történik. És ez a pasi oda ment a csajhoz, akit hazavittünk, és utána elindult felénk, utólag kiderült, annyit kérdezett tőle, hogy lehet, hogy ezt ismerem, ezt az embert az internetről, aki a kocsiba ül. Tehát ő egy alig világított lakótelepi külvárosi utcán messziről kiszúrt, úgyhogy én a kocsiba ültem. És hát akkor aztán oda jött hozzám, hogy hadd csináljunk egy közös fotót. Villamoson, metrón, trolin, bárhol, hogyha esetleg utazol vele, akkor vannak furcsa tekintetek, észreveszed? Persze. Ez napi rendszerességgel előfordul. Hát meg nem csak a tekintetek, oda is jönnek. Érdekes módon kategorizálom az embereket. Különböző fajta emberek vannak. Van, aki csak kiszúrja, van, aki nem biztos benne, és elkezdi nyomkodni a telefonját. Aztán van, aki beazonosít, de nem mer odajönni, és az utca másik oldaláról próbál lőni egy képet. És hát aztán a bátrabbi az oda jön, hogy szeretnék lehetne egy fotót készíteni. Így van. Az az érdekes ebben az egészben, hogy te ugye nem tudom, elárulhatom-e, hogy mikor születtél, ez 1945-ös, egy 1945-ös srác így vagy, van. És amikor hát te nem tudom, 20 éves voltál, 30 éves voltál, vagy a 40-es évedet tapostod, akkor egyébként még bőven nem voltak mobiltelefonok, még bőven nem volt közösségi hálózat, sőt internet nevű cucc sem létezett. Még telefon sem nagyon igen. Volt. És akkor egyszer csak, amikor elkezdted használni te is az internetet, sőt állítólag sokkal korábban elkezdted használni az internetet. Elég korán, mert hát, hogy mondjam, a szakmámmal is kapcsolatban volt. Többször elhangzott itt, hogy én villamosmérnök vagyok. Közelebbről világítástechnikával foglalkoztam, és egy vizsgáló laboratóriumban dolgoztam, ahol kifejlesztettünk ilyen számítógépes mérőrendszereket. Egyébként országosan is az elsők között voltunk. És hát ennek kapcsán nagyon hamar a számítástechnika világával meg kellett, hogy ismerkedjek, és közelébe kellett, hogy kerüljek.
internet közelében egyébként 1996 óta vagyok, amikor egy multicégnél dolgoztam, és hát ott volt az első alkalom, hogy ott volt az asztalomon az internet bekötve, széles sávú internet, nem betárcsázós modem, méreg drága percdíjakért, mint otthon. De akkor még nyilván az volt, hogy akkor, ha valamit szerettél volna bárhol megtalálni, akkor ott kellett ülni 10 percet, mire egy oldalt betöltött, ha létezett egyáltalán. Otthon igen, hát a munkahelyen azért elég gyorsan. Az gyors volt? És hát az első privát weboldalt már akkor megcsináltam a 90-es évek végén. Programoztál is? Hát amennyire ezt programozásnak hívják, ezt a webszerkesztést, akkor mondjuk, hogy igen. De hát programoztam is, mert a szakmámból kifolyólag hát ilyen mérőprogramokat, vagy adatfeldolgozó programokat készítettük. Még pénzt is kaptam érte. Szóval, hogy onnan kanyarodtunk el, vagy onnan indítottam volna a kérdést, vagy oda futott volna ki ez az egész, hogy amikor belekerültél a szakmádba, és elkezdtél foglalkozni vele, akkor még tökre nem voltak számítógépek, nem volt közösségi hálózat, internet, aztán egyszer csak lett, és igazából azon túl persze, hogy aktív felhasználója is vagy, gondolom, egyszer csak fogod magad, és akkor passzív oldalról megjelensz egy olyan rendszerben, ami egyébként általad a 20-as éveiben is ismeretlen volt. Ez azért elég érdekes így. Igen, hát el kellett fogadni. Így sok évbe tellett, mire elfogadtam. Na és akkor arról még nem beszéltünk egyébként, utazásokról beszéltünk, Szibériáról beszéltünk, elfogadásról beszéltünk, meg arról, hogy akkor oda mennek a srácok, meg a lányok, meg mindenki, hogy akkor szeretnének egy közös fotót hájlapén. Irigykednek is sokan. Igen, és van ennek az egésznek egy másik oldal, ez Kijevben történt, ha minden igaz, hogy meghívtak egy elég menő konferenciára előadni. Igen, ez tavaly ősszel volt, szeptemberben. TEDx konferencián ott előadni. Igen. Hogy találnak meg téged egy TEDx konferenciára, hogy akkor mi lenne, hogyha itt lenne egy fél órás előadás? Hát akkor már elég ismert voltam, úgyhogy ennek kapcsán ugyanúgy, ahogy most ti megtaláltatok engem, hogy meséljem el a történetemet. Hát ezzel kerestek meg. Ez a TED konferencia egyébként, ha valaki nem tudná, szerintem biztos sokan vannak, akik nem tudják. Ez egy betűszó, a T az a technológia, az E az az entertainment, vagyis a szórakoztatás, és a D az a design. És ez egy nemzetközi konferencia sorozat, ami arról szól, hogy ha valakinek valami olyan mondani valója van, amit szeretne megismertetni az egész világgal, akkor ők teret adnak erre, és ilyen konferenciák alkalmával el lehet mondani a gondolataikat. Te a technológia voltál, vagy a szórakoztatás? Azt hiszem én a szórakoztatás. Mert egyébként villamosmérnökként technológia is lehettél volna. Lehettem volna, de nem erről szólt a történet. Oda mentél, elmondtad, amit szerettél volna, ez Kijevben történt, igen. Tehát tavaly, és elolvastam a cikkeket, amik születtek ott. Volt egy ilyen felvezetésed, vagy lezárásod a kis előadásod végén, hogy a sikernek vannak bizony titkai. Bizony, igen. Ezzel fejeztem be, hogy három titka van annak, hogy legyen valaki híres. Csak az a baj, hogy senki nem tudja, hogy mi ez a három. Még én se. Hát pedig egyébként nyilván el kell venni nyaralni, és akkor jó helyen kell lenni jó időben. Ez azt jelenti, másik oldalról pedig a megfelelő helyre fel kell tölteni azokat a bizonyos képeket, aztán utána majd szépen kiforogja magát az élet. Jó, de azt hiszem, hogy ez egy olyan történet, ami soha a világon mással meg nem történt, és lehet, hogy ezek után se fog megtörténni. Szóval ez egy annyira egyedi véletleneknek a sorozata, hogy azt hiszem, hogy egy unikum vagyok ezzel a világban. Egy-két utolsó kérdés a végére, András. Most ott vagyunk, hogy akkor túl vagy már egy TEDx konferencián, túl vagy rengeteg utazáson, túl vagy a mémmé és a sztárrá válláson. Azt látod-e, hogy mi az, ami a közeljövőben vár még rád? Mi az, ami már le van kötve, hova kell utazni, milyen feladatok lesznek? Vagy ezek időről időre csak úgy beesnek, és akkor egy hét múlva már neked utaznod kell? Volt erre is példa, hogy rájössz holnap? Igen, akkor megyünk Londonba. Most, de hát most ez a hét, ez egy eléggé zsúfolt program, ennyire nem szokott összejönni. Az ember szokott néha eljátszani gondolatokkal, hogy mi történik akkor, hogyha az úgy történik. Neked valaha fölmerült a gondolataidban az, hogy mi történik akkor, hogyha ez a bizonyos fotó, amit Törökországban készítettetek, ez mondjuk egy olyan 15-20 évvel korábban válik ismerté? Ebben nem gondoltam bele, és azt hiszem, hogy akkor is inkább a szakmámat csináltam volna, mert azt
hogy mondjam, komolyabb dolognak tartom, mint jó pofát vágni, vagy idétlenül vigyorogni a reklámokon. Ha az nem lett volna, és akkor ez már a legutolsó kérdés a végére, hogyha az a fotós nem fedez föl téged ott 2010-ben, akkor te most élnéd a nyugdíjasok életét? Pontosan, igen. Igen. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Köszönöm szépen én is. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Arató Andrással, vagy másképpen Hide the Pain Heroldal. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották. Kezét csokolom, viszont látásra, viszont hallásra.